Ennyi bizonydáú. Nagyba egyébként úgy bizonydá, na ödözlöl. Üdvözletem egyébként mindenkinek úgy bizonydá. Mai rovatom címezete egyébként pedig nem lehet más is, egy marha nagy motto, de van, de ez Otto, de Otto, de, hogy a szegénység építi a jellemet. De ez jó lemet, úgy bizony, de. Az egészen a lényeg egyébként, pár dologban egyébként akarok egyébként szólni, jó nagyba, de nagyba. Egyrészt egyébként nagyba nyitokjuk is, de szamóca ízű likört, és a másik egyébként, amit B akarok egyébként nagyba egy csarangozni, de ez csarangozni, jó? Csarangozni? Harangozni. Az pedig lenne más egyébként, mint hogy két héttel ezelőtt, meg lehet, hogy most is vasárnap, ezt még nem lehet tudni, majd nagyban a csárdás kis angyalom, jaj, de megtáncutatlak, de nagyon. Nagyban egyébként nyitok jó kis vodkát, de ilyen likorízű vodkát, szamócaízű vodkát. Tehát az az egészen a lényege, nem tudom egyébként, hogy a Soma, tehát itt Soma, hogyan ér egyébként rája, de ne nyávogjál már itten, úgy bizony. Na, zárva. Na. Szomolca ízű vodka, de, és hozzá jó kis ipa, de ez csípa sör, de ez csípa. Na, tere. A tényleg egyébként van, hogy nagyba, de nem tudom, hogy a VV somájéket hogyan fog egyébként rájára érni, de hogy kimegyünk egyébként, már ígérte, csak mindig ő egy elfoglalt csember, de mert hogy a Survivor-t vezeti, hunaszt, és az anyád rohadt mocskos picsájába egyébként teggődjé már! Mert lecsaplak, rosszul jársz egyébként, az csemésztőgödrön leszöl, bazd meg, de mert szétfajlak, úgy bizony. Nem tudom egyébként, hogy hogyan fog egyébként a Soma ráérni most a csétvégi, mert akkor ugye ahol laktam az összedűt tanyára egyébként dinnyis, de egyébként kimentünk volna, mindegy, nem tudom, hogy hogyan lett. Volt csomag fölnyintors csidejú egyébként a hétkán Nagy Csádám produceremben, akkor az egésznek a lényege, hogy még lészen, nem tudom, vannak még egyébként csötlezek, egyrészt egyébként nagyba köszöntöm egyébként nagyba innen is a messze túliságból, de Bálint gazdát 100. születésnapján egyébként, aki megösmertette egyébként a gyógynövényeket egyébként vélünk, én pedig folytatni szeretném ezt a gyógynövényes, mit tudom én mondjuk ezt a csrovatomat, hogy ez például ez micsoda, a kövér, porcsin, stb. Azt kecseljük, a 100 éves Bálint gazda már elkezdte, én szeretném egyébként folytatni. Aztán nagyban egyébként a regiék meg belesz egyébként, tehát a kreténeknek, Ruska, nagypadik, Ruska, Haluska, Nyuska, Nyuska, Haluska. Tehát nagyban egyébként regiéknek be lesz csilinkűve a csidejú, a harmadik csilákában elég kövesen nézték meg eddig 3500, ha jól tudom. Viszont az Ádámnak a csatornáján már 20 000-en megnézték egyébként a harmadik világháborús fölkészüléseket második rész. Lesz szerintem harmadik rész is. De aztán, de azt eztán egyébként, hogy úgy az egésznek a csilényike, tehát ezeket mind be lesz csilinkűbe, és lesz folytatva ez a csregír csidejó, mert nagyon jól most összeműködtem egyébként a kretének. De
Másik nagyon csontos dolog, azt mondja, hogy föl is olvasom, vagy legalábbis nem olvasom, csak sluttyantok egy nagyot dá. Az egésznek a lényege van, hogy ez az egyik. Második, találkoztam egyébként most fiatalokkal, stb. És az igaz, hogy megkínáltak sörrel, de nagyon egyébként puhányok. Tehát gyakorlatilag egy ezekre a 16-17... A kurva anyádat röbdösöl már itt egyébként, röbdössé a pokolba. Tehát, hogy rájuk férne egy jó sor katonai szolgálat. A másik nagyon csontor dolog egyébként, beszéltem nagyba egy ilyen csurúzló emberrel, nagybaú, nem itt ellakik, hanem most hiába magyarázom itten el, én Székesfehérvárot vagyok, csak el voltam csavarogni most minap, és hogy hát egy kicsit föl vagyok így peffedve, tehát püffedve, de úgy tudom, és azt mondta egyébként, hogy nem tudom, megnézem, mert fogy az idő meg a becsület, úgy bizony, de és azt mondta egyébként nékem az az öreg ember, hogy ez lehetséges, hogy máj. Azt mondta, hogy mennyit iszok. Hát mondtam neki, hogy se sokat, se keveset, éppen öleget. Azt mondta egyébként, hogy fiatal ember, mondja az öreg. Azt mondta én, mondja az öreg, 84 éves, azt mondja, elmullottam. Legjobb, azt mondja, szerintem, mert megmutattam egyébként, neki most nem fogok fölállni, mert elég így nyomott is melyik ez a kezem, tehát a jobb oldali része ez nyomott. És azt mondja egyébként nekem, hogy a fiatal ember azt mondja, a legjobb azt mondja a májra, szedjen azt mondja, hogy Mária tövist. Mondom, az mi a lófasz, mondom, olyan növényt, mondom, és ebből fogok majd kiművelődni. Szedjen azt mondja Mária tövist, azt mondja, forrázza le, mondja az öreg 84 éves. Aztán azt mondja, hogy abból azt mondja, hogy kortyúgasson, azt mondja napi szinten, de azt mondja, legalább egy 2-3 csészényit. De mondom, az mire jó, mondom, papa. Azt mondta, hogy a csmájat így kihajtsa, mert azt mondta, hogy úgy láss, hogy azért van egy kicsit főpuffadva a hasam. Azt mondja, hogy ő szerinted főtellett vízzel. De mondom neki, hogy mondom, milyen bácsi? Mondta, hogy Estván. Mondom, én is mondom, Estván vagyok, mondom, Truszán, mondom, bazd meg. Úgy bizony. De mondom, mitől lennék, mondom, fődagadva, mondom, vízzel, úgy bizony, de, mikor mondom, soha nem iszok vizet. Azt mondta, ez is baj, de. Azt mondta, hogy szedjek le ilyen, vagy azt mondja, a csóján. És én, van egy ilyen, nagyba, egy ilyen gyógynövénykönyvem, bazd meg, de. Megnéztem, és az egésznek a lényege, naponta, mostan, most már így. Na megmondjam egyébként csőszintén, hogy nagyon nyomott ez a csrész, ez a jobb oldali csrész, meg így nem éreztem így jó magamat. Lehet, hogy a piátul, vagy nem tudom, hogy mit ül, vagy a kapitalizmus szorongat, azt nem tudom, és az egésznek a lényege, elkezdtem mostan egyébként én ilyen leszedem a csalánt, forró vízbe beáztatom, megiszok naponta egy olyan fél litert, így hajt kifele. És már lejjebb ment a hasam is. És megmondom egyébként, ne a gyógyszeripart egyébként támogassuk, gyógynövényekbe kell hinni, bazd meg. És én szerintem biztos egyébként, hogy itten akkor ez kifelé fog menni a víz, mert lehet, hogy fő van ez vízesedve, miközben nem tudom, miért nem borosodva. Na mindegy, tehát az egésznek a lényege, hogy szerintem egyébként tehát a gyógynövények hatása itt a lényeg. Mennyit akartam.